mi késztet egy sikeres vállalkozót arra, hogy pénzét az újabb befektetési vállalkozások mellett egy múzeum létrehozásába fektesse. Milyen szerepet játszanak életünkben a gyermekkor meghatározó élményei, kötődéseink a múlt letűnt kultúrájához. Egy ízig-vérig üzletember gáláns ajándéka az utókornak. Halászati múzeumát Lévai Ferenc mutatja be önöknek. Én gyerekkoromban Ercsibe születtem, ami szintén Fejér megye, és ott egy igen jelentős halászat volt akkor, és volt olyan szerencsém, hogy még se videómagnó nem volt. Jól emlékszem, még tévé se igazán, elég korán sikerült megszületnem, hogy ezeket ki tudjam kerülni, ezért aztán jó részt az időmnek az összes többi hasonló srácsa a Dunán töltöttem, ahol imádtam halat fogni. Minden létező eszközzel halat fogni, halászni, vízen lenni, Dunán lenni. Ez olyan volt, mint az ópium most valakinek, aki ezt szereti. Aztán elkerültem, a temperatúrázó hallgazdaságban dolgoztam közel 20 évet, ez volt az ország legmodernebb hallgazdasága, majd 1988-ban privatizáltam, akkor ott éppen igazgatóhelyettes voltam, és elhatároztam még a rendszerváltás előtt, hogy na most a saját utamat próbálom ki, lévén, hogy már éppen elég koros ahhoz, hogy saját lábra álljak. Ezt talán most már mondhatom, hogy nagyjából sikerült is, akkor alapítottam Arany Ponty néven egy céget, amely, hát talán ez nem szerintelenség, az ország egyik legnagyobb magánhallgazdaság, ami közel 1000 hektáron gazdálkodunk, és ez a sárréti vidék, amely ember emlékezet óta arról volt híres, hogy itt az emberek a halból, a vízből, a víz adományaiból éltek, ennél jobb hely nincs egy halászati múzeumnak. Itt körbe csak víz van, közel 900 hektáros a terület, még az icsi grófok kezdték el építeni, és aminek egy jó részét itt látjuk, azt ugye mi romosan vettük át, de úgy éreztük, hogy ezt meg kell mentenünk, ezt a szép kis telepet, nem csak a múzeumot, a többi épületet is, és hát ennek a része lett a múzeum is. Egyébként a rómaiak korában is voltak már itt akár a térségben, és úgynevezett haltartóként, piszcináknak hívták ezeket. Amikor a tavaszi nagy árvizek kapcsán rengeteg hal kiszorult az áltereken, akkor azokat különböző vesző varsákkal, meg kerítésekkel elkerítették, a halakat megfogták, és behelyezték olyan mélyebb kis álló vizekbe, ahonnan évszámra tudták a friss halat kitermelni, és mindig kéznél volt a begyűjtött halzsákmány, de ez meg még nem volt halgazdálkodás, csak haltárolás. Visszatérvén Ercsibe, hiszen édesanyám ott él, csak azt láttam, hogy elfogyott a halásság. Elfogyott a halásság, ma már ezt a nehéz fizikai munkát, ezt a gyönyörű ősi mesterséget szinte senki nem csinálja. Sokkal könnyebben meg lehet keresni azt a pénzt, amit a vizen. Ilyen fokú elhivatottság már senkibe se él. Szóval, amikor lehet menni repülővel is, akkor általában nem szamárháton lovagolnak az emberek. Ez az élet része, csak én úgy gondolom, hogy a szamárhátat is meg kell őrizni, magyarul ezt a kultúrát, amit a halászat adott, és ez a kultúra, ami kialakult a halászat körül, ennek valahol azért kell egy emléket állítania, ami nagyon-nagyon megragadott, én mind a telet szoktam általában egy kicsit az olvasgatással, nem olvasásra, mert azt muszáj olvasgatni, na azt nem mindig lehet, a telet szoktam azzal tölteni, és Herman Otto örökbecsi művét újra elővettem, a magyar halászatot, nem tudom hányadszor, és megfogott az eleje, ahol azt írta, hogy a 24. órában vagyunk, 1840 körül írta mindezeket, talán 50 lehetett már, hogy a népi magyar halászatnak összegyűjtsük a még meglévő emlékeit, hiszen haló porából hozzuk vissza mindazt, amit a magyarság ősi mesterségéről még tudnak. Na akkor most hol vagyunk? A 24. másodpercben, hiszen az én életemben halt ki például a Velencei tó halászata, ott 1976-ig folytatták ezt az ezer éves mesterséget, azóta nincs halászat a Velencei tavon. Gyönyörű nyelvjárása, tanyahelyei, sajátos szerszámai voltak, amikről érthető, hogy elmúlt az idő fölöttük, csak az nem, hogy még egy múzeuma sincs, ahol ezeket megőrizték volna, pedig hát néhány millió embernek mondjuk a Velencei tó is élelmet adott a megléte során már, de az én életemben kihalt a dunai halászat is már, alig van a Dunán halászat, az Ercsibe például egyetlen egy ember sincs, aki ma a halászatból élne, az én kölyökkoromban még 3 brigád és 12 ember volt, aki ebből tartott el a családot, és ez egy fantasztikus élmény volt a Dunán a halászat.
A Víg Viktor, Lajos Miska bácsi, hát ezek babonás emberek voltak, szóval én tudom, amikor megfogták ezt az óriás vizet, amit látszik a képen, ez egy ercsi kép, és mindhárom, hát ma már sajnos halott barátommal, én ott serte-pert éltem közöttük, hát akkor ugye először azt hitték, hogy a vízidábi akadt a hálóba, meg ugye ez a hatalmas jószág, ez vitte őket csónakostól össze-vissza, és sose láttak ekkora halat, ez egy több mázsás vize volt. És hát az első a pánik volt, hogy csak szabaduljunk meg tőle valahogy. Na most a víze felakasztotta magát erre a kötélre, ami a hálót tartotta, mert a hálót már régen eltépte, csak belegabajodott. Amíg aztán ugye rájöttek, hogy végül is hal ez nem vízidábi, meg nem ilyen folyamkirály, és hát akkor aztán nagy nehezen partra vonszolták, de ott nagyon babonásak voltak. Például ha mentünk halászni, és megkérdezte valaki, hogy hova mentek, akkor inkább visszafordultak, de el nem mentek, mert akkor aznap nem volt a szerencse velünk. Nem csak az emlékek miatt, én ma is szívesen kimegyek és halászom időnként, hogy el ne felejtsek. Már nem a halfogás, maga az a tény, hogy halászni lehet, az egy nagy dolog. Annak az emberben azt hiszem, ilyen ősi zsákmányszerző ösztönök, a halászat, a vadászat, az ilyen. És ugye a halászathoz halul kell tudni. Tudni kell, hogy mit akar a hal, hogy tudom megfogni, hogy tud a zsákmányom lenni, mikor merre jár, mik a szokásai, hogy reagál az időjárásra. Na ezt már nem tudjuk. Ehhez az kell, hogy az ember a vízen éljen, ez nem könyvből való. Ezt nem lehet megtanulni, hogy majd a hideg vízre melyik tanyára húzza a hal, hogy keresi az iszapot, melyik langót miért szereti, melyiket nem. Ez a múzeum arról szólna, hogy ha már mindent nem is lehet, nem lehet a halmugratát, nem lehet mindenét megmenteni a halászatnak, de talán meg lehet mutatni, hogy hogyan haláztak az őseink, és ez egy fantasztikus fotógyűjtemény párosul, mivel haláztak, és még megvannak az eredeti eszközök, régi padlásokat másztunk át, ennyi volt, azt hiszem bányában nem nyeltek mind én, de hát Istenem, megvannak ezek is, és előszedtük mindazt, ami még relikviaként megmaradt, vagy meg lehetett menteni, csinálni, akár újat is helyett, hogy meg tudjuk mutatni. A halászat eszközei természetes anyagok, látja, hogy fűszfából, kenderháló, kendercérnából, ezek az anyagok nem időtállóak. Szóval ugye ezeket megeszi a 40-50 év, akkor is, ha nem használják őket. Ezért elég sokat még, amit itt látunk, a tárgygyűjtemény az 70%-os, amit nem találtunk már meg, csak leírásai vannak, vagy tudjuk, hogy készültek, azokat meg fogjuk csinálni, hiszen egy diákcsoportnak, vagy bárkinek, aki idejön, nem az a fontos, hogy ez most 150 éves, vagy két hónapos, hanem az, hogy lássa, hogyan használták, hogy működik, mi volt az elve, és egy kicsit visszaérezzen talán abba, hogy hogy éltek az eleink, mennyire közelebbi és jobb kapcsolat volt az ember és a természet között. Elkerülhetnénk a szeméthegyeket, ha valaki abba gondolkodna. A víz az nem temető, az nem azért van, hogy beleszórjuk a szemetet, és akkor nem látszódik. Az azért van, mert víz nélkül nincs élet, a víz nem csak a halaknak fontos. A hal csak jelzi, hogy baj van, ha ő megdöglik, az ember se bírja tovább. Szóval egy kicsit jobban szeressük mindazt, ami körülöttünk van, és aminek nem ők a mi életünk részei, mi vagyunk a természet része, és ezt nem szabad elfelejteni. Lehet faragni, vágni, gyilkolni, visszaüt, mindent visszakapunk, kamatostó, a jót is természetesen. Ez a múzeum természetesen most csak egy alap, mi azt szeretnénk, hogyha ahol még föl lehető, azzal bővítenénk, sőt tovább megyek jövőre, meg szeretnénk csinálni az élő változatát. Van a mögötte egy tó, ezen a tavon berendezzük a csónakot, a hálót, leszúrható a varsa, kiemelhető az emelőháló, halat fognak fogni vele, akik ide látogatnak. Óriási kereslet mutatkozik a világon a természetközeli állapotok, és az abból levezethető szabadidős időtöltések, nem is sportok ezek, ez nem igaz. Nekünk van mit eladni Magyarországnak, csak nem tudjuk igazán jól installálni. Az installáció, az út, az infrastruktúra, a WC természetesen, a tisztaság, a rend, nem luxus, ide nem átriumhajat kell. Ide azt kell, ami valamikor egy tiszta, tisztességes parasztudvar volt, vagy egy módos gazdájé. Na azt már el lehet adni. És én gondolom, hogy ennek a térségnek, és nagyon sokat beszélgetek ezzel másokkal is természetesen, ennek a térségnek ez egy vonzereje. Itt nem fognak bányát nyitni, atomot se találnak, valószínűleg aranyat se, és ez a föld se fog többet érni. Annyival ér többet, amennyi munkát belefektetünk. És mi tudatosan építjük ezt úgy, hiszen azért csináltuk meg ezt a halászati korcsomahivatalt, és itt ezt a kis parasztudvar imitációt itt hátul, hogy azt a hangulatot keltsük, amilyen Magyarország volt, és amilyenné, mondjuk, ha el akarjuk adni, és miért ne akarnánk eladni, amilyenné válnia kell.
Magyarországon rendkívül alacsony a halfogyasztás, az európai átlag is 13 kg, amíg Magyarországon ez 2,2-2,3. Na most ezzel szemben vezetünk minden létező keringési betegségbe. Tudnék, mi tradicionálisan húsfogyasztók vagyunk, imádjuk a húst. Csak ugye a húsbomlás termékei például tönkreteszik az ízületeket, a köszvény, magyar betegség volt a köszvény mindig is. Ugye amikor bomlik a hús, a fehérje bomlás, és folyamat részeként, akkor ezek a purin nevű részecskék, ezek apró homokként kiülnek az ízületekbe, és egy pont után csikorog mindenünk, fele annyi hús kéne. A legkönnyebben emészthető fehérje a hal, abból nem lehet bezabálni, nem lehet betegnek lenni tőle, mint egy szaftos igazán utányé pörköltő, azt eheti a gyerek, a beteg, olyan nincs, hogy valakit a haltól eltítsanak. Szóval, ahogy már a zöldség és a gyümölcsfogyasztás talán valamit előrébb kapott, és az egészségesebb táplálkozás, a hal indokolatlanul távol maradt, néhány tonna gyógyszert nem kéne megennünk, ha több halat fogyasztanánk. Ezt nyugodt szívvel mondom bárkinek, olyan fogyókúra vagy betegség nincs, ahol ne lehetne benne halat enni. Szóval na, halra magyar, hogy talpon maradjunk.